Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem egy olyan színművész, aki azt gondolom a 80-as években nem mehetett úgy végig az utcán, hogy körben ne rajongják, de hát most is hála Istennek több évtizede, akár a színházba, akár televízióba láthatjuk őt. Ön nem más, mint Pelsőci László. Szia, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt az Újpest televízióban. Szia, Erika, én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kezdjük az elején. Mi a titok, hogy elképesztően fiatalos vagy, energikus vagy, jóképű vagy, sárbos vagy, nekünk hölgyeknek árold el ezt a titkot, jó? Azt hiszem, ez születési adottság. Jó a genetika. Édesanyám is, hát ő 95-ben volt, amikor meghalt, de 70 körülinek gondolták. Hát ez az egyik, a másik pedig... Valószínűleg az a pozitív életszemlélet is, ami nekem biztos, hogy hozzájárul. Tehát te például mondjuk a hullámvölgyeket is jól megéled? Tehát tudod úgy megélni, hogy te nem halsz bele a hullámvölgyekbe? Hiszen azért egy színész pályáján valljuk be. Belehalok rövid időre. Hát egy időben az volt a mániám, hogy én azt szeretném, hogy engem mindenki szeressen. Igen, de azt nem tudom megcsinálni, hogy a képernyőn ott vagyok, és valaki az, hogy jaj, ez egy hülye nagyképű, vagy mit tudom. Igen, én nem az vagyok. Nem. Ezt nem tudod, anélkül is ítélkeznek az emberek, hogy tehát ez kettő mondatot vált. Sőt, a pályán belül is vannak, hogy úgy ítélkeznek, hogy kettő mondatot nem váltott veled sosem. Igen. Persze, hogy voltak nagy csalódások is, és elég szélsőséges lelki életet, tényleg nagyon hullámzó. Tehát fönn tudok lenni a plafonon, meg lent a talaj mélyén is, de talán az a szerencsém, hogy elég hamar kilábalok belőle. Aha, tehát hogy azért mentálisan azért tudod magad olyan szinten tartani. De egyébként a mai napig gondolom van olyan, hogy bocsánat, ne haragudjon, de nem maga ott az a 80-as évek nagy sztárja, aki mellett az ember nem ment csak úgy el. Hát, most már ez egyre ritkábban, és inkább az idősebb generáció, de néha egészen meglepő, tudom én a 20 évesek között is, hogy hát most látok nem régen az István a királyt, és na hát, hogy ez milyen jó volt, és mennyire tetszett, és de jó, hogy személyesen találkozunk. Igen, a moziba is ment most megint, ugye? Most igen, a mozik... de sőt a tévékben több tévében is folyamatosan. Egyébként, tehát ugye nem most kezdted a pályát több évtizede, de azért az a fajta típusú színész vagy, aki játszott Budapesten, játszott vidéken, saját színházat is csinált, önálló esteket, legyen az prózai előadás, legyen az zenés előadás, te mindenben szeretsz egy kicsit lubickolni, tehát hogy minden evő vagy ezen a téren. Hát, szeretem magam minden műfajban kipróbálni, illetve ez a meg is történt, azt hiszem, mert amikor először belekóstoltam egy musicalbe, akkor rögtön megéreztem, hogy ez baromi nehéz. Aztán amikor, ez mind Békés Csabán volt egyébként, ott játszottam az első musical szerepemet, az első operett szerepet, ott játszottam az első monodrámát. Mondtad kamerán kívül, hogy 13 bemutatód volt egy évadba? 13 szerepet hát kellett? Hát volt, amikor ilyen kevés, igen. A csúcshoz, ha jól emlékszem, azt hiszem 12 színház, illetve társulat munkájában vettem részt, ilyen 23-24 darabban párhuzamosan. Egy vagy két évig ment ez. És ezt hogy lehet energiával és intellektussal bírni? Hát a legfontosabb a mi szakmánkban ma már különösen a szervezés. Tehát ide olyan pontosan behatárolt, szinte percre behatárolt programokat kell az embernek csinálnia, hogy ezeknek mindnek tudjon felelni. Hát jó, a másik az, hogy energiával mennyire az igen, azért fontos tényleg az, hogy te látom, hogy fizikálisan és mentálisan is hihetetlenül egészséges vagy. Ezeket szerintem ezt, hogy a reggel ide esek, aztán oda esek, aztán holnap már egy másik városba játszom. Szerintem ez csak így lehet, meg az, hogy örülsz a feladatoknak. Így van, hát akkor nem is vállalnám el. Általában nem mondok vissza semmit, mert mindenben megtalálom a jót. Na, ez csak most jutott eszembe. Na, látod? Legyen ez a szóval, hogy ugye 80-as években Békés Csabán kezdted, de aztán nagyon hamar felfedeztek. És nem Csabán kezdtem, én a 25. színházban kezdtem 1972-ben. Azért 25. színház, mert akkor ez volt a 25. színház Magyarországon. Ez volt az első hivatásos, úgymond avantgárd színház. Igen, ma inkább, hát nem is tudom, hogy neveznék. Alternatív? Független. Igen, ilyen, de abszolút nem volt független, mert azért
ez állami támogatásban volt részünk, hiszen ezért lehetett hivatásos a színház, és volt hivatásos társulata, tehát azért ez egy rendkívül érdekes, és annyira előremutató műfaj volt az, amit ott mi csináltunk. Egyébként tehát nem csak ezek a nagyon elvontak voltak, hanem... kísérletezés? Vásári komédiák és kísérletezés, az aztán abszolút. Az rendszeres volt. Aha. És egyébként táncos zenés színház volt. És akkor miért döntöttél mégiscsak mondjuk egy repertoár színháznál, tehát hogy egy külszínháznál? Volt egy átmenet, 1978-ban a 25. színház fúzionált a Dériné színházzal, amelynek akkor az volt a feladata, hogy az országot járja a legkisebb falvaktól kezdve, a tanyákon át mindenhol jelen voltak. Hát ezt így elég nehéz volt egy ilyen úgymond avantgárd színházzal összehozni, de végül is ez megtörtént. 1978-ban, mert akkor kezdődött a Várszínház színházi műfaja. Tehát akkor lett kész a Várszínház. Aha. Hát akkor még egy kis történelem ehhez. A Várszínház első darabjában az első mondatot én mondtam. Akkor a színházi történelem egyik részese volt. Igen, idézni is tudom. Hogy is hívnak téged, Kocsis Mihály? Ez volt az első kérdésem, ez Hernádi Gyula darabja volt, Bajcsi Zsilinszky Endre címmel, és én Bajcsi Zsilinszky Gábor voltam, az Endrének az öccse. Az Endrét egyébként Iglód István játszotta, és a színház akkori főrendezője Szigeti Károly rendezte. De ebben az évben összesen 4 darabban voltam benne. Hát na igen, ez egy kicsit magyarázat arra is, amiről beszéltünk, hogy ennyi darabban, meg hogy lehet egyszerre csinálni. Hát az úgy volt, hogy 10 órától a nagy színpadon próbáltunk 2-ig, utána egy ebédszünet, majd 3 órától a Pokoli disznótól próbáltuk Vajka Margitta, Szabó Sándor, Usztics Mátyás, Tardi Balázs lent a hallban. Délután a refektóriumban próbáltunk, azt most már nem is tudom, hogy melyik darabot, és éjjel pedig Rusz József rendezésében Olbinak a Homokláda című darabját, 4-en játszottuk ezt. Ezt általában hajnali 4-ig próbáltuk. És utána egymást követték ezek az előadások, tehát elég szép széria volt. Egyébként ma már nem tudom, hogy bírtam ezt akkor. De az, amiben lehet, hogy akkor benne bele se gondoltál. Igen, tehát azt mondtam, hogy volt itt egy átmenet. Benne, és akkor utána jött a békés. Igen, akkor a Várszínház tehát nem adott nekem annyit, amit vártam volna tőle. Az egy más kérdés, hogy ekkor játszottam szintén Rusz József rendezésében a Rómeó és Júliát. Az én Júliám Papa Dimitrió Attila volt, igen. Azóta is egymás Rómeó és Júliái vagyunk, persze, nagyon jó kapcsolat közöttünk. És Békés Csabán pedig nagyon nagy reményekkel és ígéretekkel vártam, ez be is teljesült. Ez be is teljesült, hát ugye elmondtam, hogy miket játszottam ott. Igen, és akkor utána ugye kerültél Budapestre. Utána jött, így van, utána jött az István. Novák Tata, ugye ő hozott fel. Novák Tata rend koreografálta, Csabán koreografálta a János Vitézt, és akkor egyszer félrehívott, hogy nem jönnék-e el hozzá, mert ő most alapítja meg a Honvéd Együttesben, ugye akkor Néphadsereg Művész Együttesének nevezték a színész szekciót, és pont egy ilyen univerzális emberre lenne szükség, aki énekel, gitározik, műsort vezet, színész is, néptáncolva is benne van. És mindent is csinál, amit csak kérnek tőle. Igen, és mindent is csináltam. És akkor onnan kértek föl téged István szerepére? Nem, ez még Békés Csabán volt. Koltai Gábor gyakorta járt be a 25. színházban, hiszen az ő öccse ott zenészként működött a Sebő együttesben, tehát Sebő Ferenc, Halmos Béla, Koltai Gergely. És innen ismertük mi egymást, és amikor már játszottuk Atinával a Rómeó és Júliát, akkor ő úgy gondolta, hogy jó arcok lennénk néhány reklámfilmjéhez. Ezzel indult tulajdonképpen a mi kapcsolatunk. És akkor Gábor 83 tavaszán küldött egy táviratot Csabára, hogy nem lenne kedvem egy próbafelvételre a most készülő első magyar rockopera egyik szerepére, egyik nemes úr szerepére, a címe egy István a király. És akkor ezt megbeszéltük, sőt, egyeztettünk is, hogy hát akkor Novák Tatánál aláírom a szerződést,
talán egy napon délelőtt, és hétfő este pedig csinálunk egy, vagy délután csinálunk egy próbafelvételt, ugye a castingot akkor így hívták. Én meg kellett tanulnom hozzá a Kőműves Kelemenből egy szólót és egy duettet. A duettet azt Kovács Otilliával csináltam, aki később a Réka lett, igen, ugye Semestyén Márta hangjával, és utána a szólót, majd ragasztottunk egy bajuszt, megint elénekeltem. És akkor mondtam a Gábornak, visszanézhetem? Hát, persze. És akkor nézem, hát én nem vagyok soha elájulva magamtól, de mondtam, hogy ez lehet, hogy nem is olyan rossz, ez még lehet, hogy valamilyen nemes úr, nem tudom mi az, de talán az még jó is lehet. És akkor, mikor befejeztük, amíg tudni kell, hogy én voltam a legeslegutolsó próbafelvétel. És utána senki nem jött már, senki. Hát nyilván az egyeztetés miatt, hogy Csabáról nem volt olyan könnyű ezt összehozni. És akkor mondta Gábor, hogy hát most nem mond semmit, de majd később. Mondom, Gábor, hát ennél azért közelebbi viszonyban vagyunk. De. Nyugodtan mondd meg, amit ilyenkor szoktak, hogy hát vegyek visszafele jegyet, vagy ne? Hogy ez most akkor ezúttal nem sikerült, de majd legközelebb, mert ezt szokták mondani. Azt mondja, nem, ellenkezőleg, nem értem. Tehát annyira jó sikerült, hogy nem kellek. Köszi, szevasz! És elmentem. Másnap megyek a szerződés aláírására a Honvéd együttesbe, egy kerten kellett átmenni. És Tata az ablakból, az irodájából kiabált, hogy István, István! De Laci! Mondom, Jézusom, na én is jókor jövök, valami csőtörés, és biztos valami mellósnak kiabál, hogy István. Közelebb érek, és még ott is István, mondom, nem jön velem senki, megőrült, hát 15 éve is, elfelejtette a nevemet, hogy odaérek a kapuhoz, és onnan kiabál, hogy István a király. Mi van? Jaj, mondom, voltam tegnap a próbafelvételre, nem sikerült. Na, mi vagy, gyere föl! Leült az irodámba, István a király. Hogy azt kaptad meg végül? Mondom, Tata, most mondtam. Voltam, nem sikerült. Na jó, csapd le a habot a szádról, na figyelj ide. Tegnap ötünket fölhívott a Koltai, hogy jöjjünk be este a nagyvetítőbe, mert akar valamit mutatni, de nem mond előtte semmit. Uh-huh. Elmentünk, Bródi Szörényi, Boldizsár Miklós, Sárdin is. És egyszer csak megjelenik a kép, és öt ember egyszer ugrott fel, hogy ott az István a király! De apukám olyan antrét lesz, a 200 néptáncos itt a dombodon, és akkor állj meg, Tata, miről beszélsz? Hát én egy nemes úr szerepére mentem. Nem érted? Te vagy István a király. Jó, de jó. Hát ez elég jó érzés volt, de akkor nekem még... És akkor nem is sejtetted, hogy ez ekkorát fog robbanni. Az se, meg az se, hogy már előttem megvolt. Kiválasztották István a királyt. Úgy volt már rám tehát valaki felkérve. Tehát kellemetlen helyzet lehetett a Koltainak, hogy akkor visszamondja egy Kossuth Díjas színésznek. És, de nem kellett neki, mert véletlenül, én akkor ugye nem tudtam, együtt léptünk föl Orosházán, hárman. És amíg mi ketten itt várakoztunk, rákérdezett a kollégám, hogy látszik, és akkor mostanában mit csinálsz, van valami feladat? Hát mondom, most lesz ez a István a király című rockopera, és hát ott voltam próbafelvételen. Na, és mi van? Hát mondom, úgy néz ki, hogy sikerült. Ó, hát gratulálok, és melyiket fogod játszani? Hát mondom, én leszek István a király. De ez a fölkérték. Igen, hát igen, akkor én gratulálok. De én akkor nekem akkor nem fogalmam. Tudtad. Hát tudjuk, sajnos az egy egyetlen ez ugye, és akkor már megvolt a teljes hangfelvétel, mert a hanghoz keresték a színészek, Koltainak az volt az álma, hogy a létező legjobb szereposztást hozza ki. Ha valaki színésznek nincs olyan hangja, akkor más, ha meg az énekes hát látunk azért nagyon sok operettfilm ment, vagy egy operafilm, Bob Hercegben is ugye emlékszünk, hogy nem az énekelt, aki játszott, tehát hogy ez hihetetlen sokszor a magyar film világában nagyon sokszor előfordult, hogy más, talán kivéve Sárdi János. Magyar Ugyadi Lászlóban, így van. Igen, vagy, tehát ő volt. De... Neveket is tudunk mondani. Igen. De hogy akkor tényleg, és akkor nem is éreztétek azt, hogy ez ekkorát fog robbanni, még évtizedekkel utána is, hogy nem, ilyen jelentőség. Minket ugye a dombtető közepén ért ez a robbanás. Uh-huh. Úgy álltunk, hogy azt hiszem, a jobbom, nem balomon volt Bródi János, jobbomon Varga Miklós. Uh-huh. És ilyen hosszú sorban álltunk föl a dombon, hogy aztán majd leszaladunk a közönség közé, és akkor vége volt, hogy megállt, hogy bán! Mi volt?
Jézusom, ez ekkora siker. Hát igen, ez... De szuper, de hát azóta te rengeteg mindent csináltál, azért bejártad Európát, a világ különböző helyén felléptél, színházat alapítottál, ahogy mondtad, reklámügynökséget is alapítottál, szóval ezért te nem ültél ebbe, ennek a sikerébe bele, hanem te azért mentél tovább a saját önálló, csodálatos önálló estjeid vannak, azt tudom. Hát beleállni nem lehetett, bár a kollégáim azt mondták, hogy te Laci, ebből még vagy 5 évig meg fogsz élni ebből az István a királyból. Hát nem abból éltem meg végül is, de az biztos, hogy sok mindenhez hozzá segített. Eleinte pont 5 évig talán, nem egész 5 évig, de jó néhány évig, egyáltalán nem, sőt ellenkezőleg. Mindenki azonosított? Így van, okay. Tehát nem akarták azt a bizonyos, hát ha még emlékszel ilyenre, Gugyerák effekt, tehát hogy a Bárdi György, igen, a tévében egy humoros jelenetben, ő volt a Gugyerák, és utána bármiben megjelent a Vígszínház színpadán, ott a Gugyerák! Na, ezt, igen, nem akarta senki. Egészen addig, amíg a Három testőrnek a musical változatát nem kezdték el próbálni Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban, Brusán János rendezésében, akinek az egyik kollégám ajánlott be. Uh-huh. És mondta, hogy ő nem ismer engem, de hát nagyon szívesen megnéz bárhol. Hát akkor honvédos voltam. Hát a legközelebbi előadásom Győrben lesz. Hát jó, akkor elmegyek. Hogy? És jött a társulati busszal, lejött, vége volt az előadásnak, kopogása a öltözőajtón. Kedves Laci, szeretnélek akkor felkérni D'Artagnan szerepének eljátszására. Vállalod? De hogy ne? Örömmel. Mikor menjek? Ma van péntek, hétfőn 10 órára akkor legyél ott a próbán. De jó. Köszönöm, rendben. Ott megkapsz akkor mindent, aha, forgatókönyvet. És akkor ez egy picit tovább lendített azon, hogy állandóan István. Hát olyan mértékben lendített túl, hogy benyitottam 10 órakor, és azt látom, hogy egy nagy teremben körbe-körbe ülnek az emberek, öltöznek próbaruhában, és meg hát mondom, szevasztok, Felsőci László vagyok, jöttem a olvasópróbára. Milyen olvasópróbára? Hát mondom, a Három testőr olvasópróbájára. Hát milyen olvasópróbára? Mert 2 hete megvolt. Mondom, így D'Artagnan nélkül. Hát dehogy is. Hát a D'Artagnan ugyanaz, akit kiütöttem a Istvánnak. Tényleg? Akkor lehet, hogy otthon buduba vágnak. Igen, ez érdekes. Tényleg? Igen, de imádtam, nagyon jó. Nagyon jó volt. És tehát, hogy engem mindig az érdekel, nagyon sok emberben, akkor olyan mint te, hogy ugye sok lábon álló művész, hogy még ennyi idő után is van olyan dolog, amire mondjuk gondolkodsz, hogy ezt még nem csináltam, ezt még kipróbálom, ennek még hagyok helyet az életembe. Azt hiszem néhány évvel ezelőtt még volt, most már nem vagyok ide nekem az oroszlánt is, sőt, most már igyekszem a lehető legjobban megformálni még a viszonylag kisebb szerepeket. Most a viszonylagot azért mondom, mert azért az jellemző az életemre, hogy általában főszerepeket, címszerepeket játszottam. Most, ahogy elgondolom, hát most már energiával is nehezen tudnék eljátszani egy, mondjuk, amit 5-10 éve csináltam, egy La Mancha lovagját, vagy egy kölyök musicalt, vagy... Aha. Szóval ezeket már úgy visszafogottabban, vagy Csík Sándor István királyát, ugye ez István utolsó napján játszódik, igen. Tehát ezeket már azért meggondolnám. Lehet, hogy tudnám csinálni, de mivel, hogy már kétségeim vannak, inkább a kevesebb felé kevesebb megyek. Felé. Mondjuk abból is jut azért elég szépen. Tehát nálad már inkább tele van a pohár? Az a bizonyos pohár? Még nincs. Még van egy kis rés. Még van olyan, amire azt mondod, hogy akármibe is kerül az életembe, ha azt odaadják, vagy szembe nem, jön velem. Nem, soha nem volt szerepvágyam, szerepálmod. Nem volt szerepálmod? Soha. Hamletet biztos, szokták mert, hogy mondani, fiat... eszembe nem jutott. Rómeó volt. Hát igen, de nem úgy, hogy hú, de jó lett volna a játszom a Rómeót, mert tulajdonképpen nem. És úgy érzem, hogy gyakorlatilag, amiket én eljátszottam, azokat utólag már mondhatom, hogy ezeket, hú, de szerettem volna. De hát ezek meg voltak.
Egyébként lehet, hogy azért is vagy ennyire tele pozitív energiával, és ilyen kiegyensúlyozottnak tűnő vagy, mert hogy nem volt a szakmai életedben az, hogy én ezt miért nem játszhattam el, vagy én velem szemben miért nem jött ez, vagy miért, és ezért megmaradtál egy ilyen borzasztó, kedves, pozitív, szeretetteljes ember. Mindig a szerepek jöttek felém, tehát engem találtak meg a szerepek, illetve hát a szerepekkel a rendezők. Igen, azt mondhatom, én nagyon szerencsés ember vagyok ilyen szempontból. Igen, és aki szerintem így meg van elégedve a saját életével, a szakmai karrierjével, hiszen azért úgy, hogy négy szem közt beszélgetünk, valljuk be, hogy nagyon sokan vágynak arra, lehet, hogy végig dolgozták az életüket, de legalább lett volna egy szerep, vagy egy percnyi lehetőség, hogy egy ország megismerje, bizony, és nem kapta meg. És hányan megérdemelnék. Igen, és hányan megérdemelnék. Igen. És azért tényleg te az a típusú színművész vagy, aki kapott valami olyat az életében, hogy egy 10 évig biztos, hogy nem mehették úgy az utcára, hogy így nem utogassanak rád az emberek. De és közben meg az is nagyon becsülető benned, hogy a színészi élet mellett azért mindig kitaláltad magadnak azt, hogy mi az, amivel még hozzáadsz egy kicsit az életet, ez a bevételeit, ez kerested a lehetőségeket. Igen. Arról beszél nekünk, hogy a közeljövőben hol találkozhatnak veled a nézők, vagy hol hallhatják a csodálatos beszédhangodat, ami ugye folyamatosan az ember fülébe ott van. Van ugye egy színház, egy kis színház, amelyet én vezetek, az Új Nemzeti Kamara Színház. Ennek első számú feladata az, hogy kizárólag magyar szerzők műveivel lepje meg elsősorban az elszakított ország részen élő magyar ajkú lakosságot. Ennek ez 2018 óta ennek eleget is teszünk, a támogatás függvényében természetesen. És ezekkel a darabokkal jártuk be Erdélyt, Beregszász, Kárpátalját adom, most egy darabig biztos nem jutunk el. De hát, tehát főleg azért Erdélyre koncentrálódott a tevékenységünk, hiszen ez a legnagyobb terület. Igen. De nem csak az elszakított országrészek, hanem az 1000 éves magyar határon túli területekre is, egészen pontosan Csángóföldre, Moldvába. Igen. Mi vagyunk az egyetlen színház, amely oda is megy. De hogy visszatérjek a kérdésedre. Tehát itt bemutattunk egy évvel ezelőtt egy darabot, amelynek az a címe, hogy Fohász a magyarságért, alcíme Ibába foglalt történelem. Ez annyiban kapcsolódik az István a királyhoz, hogy ugyanazokra az alapokra épül, amelyre az István a király szövegkönyve is, hiszen Bródy János Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáját dolgozta föl, ennek egy részletét dolgozta föl az István a király szövegkönyvéhez. És már annak idején Boldizsár Miklós ajánlotta, hogy jó lenne, hogyha csinálnék egy olyan estet, önálló estet, amiben visszaköszönök én színészként, mint István a király, és akkor meghatározott 5 István imát, amelyek a magyarság sorsfordulóin hangzottak el, tehát Géza temetése, Mohácsi vész, Dózsa, Rákóczi szabadsághoz 48, sőt, aztán ezt én tovább vittem 56, és egészen máig. Ez egy ilyen nagy történelmi vonulat, és az imák közti részekben ott pedig mindig a korban keletkezett írásokat, krónikákat mondjuk el, illetve zenéket, megzenésített verseket, egyebeket. No, és hát most ugye közeledvén augusztus 20-ához, hát eléggé bejárom az országot, közel 1000 kilométert utazva. Hát a legnehezebb, tehát 19-én este is van egy előadásom, 20-án 3, 10 órakor, 4 órakor, 7 órakor, és hát egészen Miskolc mellől, Herem mellé, délre, szóval elég nagy út, de ez egy rövidített előadás, mert ugye hát most nem egy teljes 75 perces előadás. Igen, mert az, akkor nem olyan él oda. Így van, mi csak egy része vagyunk az ünnepi műsornak, ezt 30 percesre redukáltuk le, ennyit kértek, és úgyhogy ezt nem is 4-en csináljuk, mint az eredeti előadást, hanem csak 2-en. Szóval akkor találkozhatnak veled még számos helyen a kedves nézők, akik Pelsőci Lászlóval szeretik találkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen sok mindent meséltél nekünk, és ilyen kulisszatitkokba is beavattad a kedves nézőket. Laci, legyél még nagyon sokáig ilyen kisugárzó, boldog, kiegyensúlyozott. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, Erika. Kedves nézőnk, ez volt a Művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!